Tényleg ilyen gazdagok vagyunk? Ezt a kérdést teszi fel a LAM Klub Extra kiadványában. Ismételten egy olyan radikális témát választva, mely bizonyára fel fogja borzolni a szokásukhoz híven a kedélyeket. Ugye néhány orvos, egészségügyi, gazdasági szakember és elemző olyan dolgokért emel szót jelen pillanatban, egy olyan egészségügyi struktúrában, amely mélyen bebábozódott, és ebből fakadóan mozdíthatatlan. Milyennek az oka, hogy már megint egy ilyen témakört választott? Hát az a remény, hogy a bábból egyszer ki kell majd egy pillangó. Így tudok válaszolni kicsi a költői képre egy másik képpel. Engem kb. 15 éve foglalkoztat az a kérdés, hogy vajon tényleg kibékíthetetlen ellentmondás feszül-e a tudományos bizonyítékokon alapuló gyógyítás, illetve a közgazdasági, pénzügyi érvekkel operáló egészségügyi közgazdaságtan között. Vagy a spórolási szándék, pénzügyi okokból bekövetkező spórolási szándékok között. És mikor az egészségügyi technológia értékelésbe kicsit belemásztam a 90-es évek második felében, akkor rájöttem, hogy nagy valószínűséggel csak az első felületes rátekintésre van ellentmondás. Hogyha az ember mélyre ás, és nem pusztán egy-egy osztály vagy egy-egy intézmény költség-hatékonysági mutatóit elemzi, hanem a rendszer egészét és nemzet, népgazdaság szinten néz rá erre a dologra, akkor igazából nincs ellentmondás. Ez azért érdekes ez a kérdés, és azért is bátorkodtam azzal, hogy előhozzuk most. Különösen most, amikor egyrészt egyre kevesebb pénz jut az egészségügyre, és mindenki vért izzad, hogy valahogy nagyjából ki tudjon jönni a költségvetéséből. Másrészt azért, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy a spórolási szándék mindenek fölött valósága nagyon gyakran beteg életekbe kerülhet. Ezt kimondjuk, nem mondjuk ki. Igazából a betegek élete van sokszor veszélyben, mert nem biztos, hogy jut pénz, pont arra és akkor, amire és ahogy kell. Ezt a kérdést járjuk körbe. Valóban van ellentmondás, vagy kibékíthető ez a két dolog? Tehát mondhatjuk azt, hogy a kórházi fertőzések okozta halálesetek fő oka a finanszírozás csapdája? Hát ez egy nagyon egysíkúan megfogalmazott mondat, és ez nem az ön kritikája, ez inkább ennek a szemléletnek a kritikája, amit ön most kisarkított. Én azt gondolom, hogy soha nem egy helyzet azok, hanem valójában azok az emberek, akik a döntést hozzák. Tehát ha a döntéshozók megismerkednek a valós tényekkel, és kicsit mélyebbre ásnak a közgazdaság és a tudományos összefüggések mélyére, és ezeket összehozzák valamilyen szakértői segítséggel, ezért hoztunk ide felkészült szakértőket, akkor ez a látszólagos ellentmondás talán feloldódik, és a mindennapokban megfelelő, optimális döntést tudnak hozni, amely egyszerre veszi figyelembe az osztály, az intézmény és a beteg érdekeit, ugyanis meggyőződésem, hogy ez lehetséges. Nem hiszek abban, hogy lehetetlen lenne. Még kevés pénzből, vagy viszonylagosan kevés pénzből is ki lehet hozni sokszor a jó ellátást, jó odafigyeléssel, kellő odafigyeléssel és megfelelő szakmai megalapozottsággal. Az lenne a lényeges, hogy a szakember, az orvos, a klinikus, az infektológus, az orvosigazgató, a gazdaságigazgató ugyanazt a nyelvet beszélje, mert nagyon gyakran nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Még a konferencia előtt vagyunk, de hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy mit gondol, a döntéshozók hajlandók megismerkedni ezzel a fajta irányjal? Persze, persze, hát ez a második rész volt, a második felvonása egy korábban a Keszthelyi Közgyűlés kapcsán szervezett konferencián elkezdett beszélgetésnek. És ott azt tapasztaltuk, hogy az a 120 döntéshozó, egészség-gazdasági vezető olyannyira fogékony volt erre a probléma felvetésre, hogy 20 perccel léptük túl a vita keretét, és csak azért kellett abbajni, mert már két helyettes államtitkár benn volt a teremben, hogy a következő adást megkezdjék. Tehát nagyon is nyitottak rá, csak az ő nyelvükön kell beszélni. És mi a következő lépés? Hát gondolom az, hogy megjelentetjük a LAM-ban, megjelentetjük az elitmed.hu-n, és nagy valószínűséggel az, hogy még egyszer meghívnak minket, hogy folytassuk. Mert ennek igazából soha nem lett vége. Ugyanezt a szemléletmódot kell más és más témakörök kapcsán alkalmazni azért, hogy jobb legyen az egész ellátás. Még kevesebb vagy alig több pénzből is. De az, hogy kikerüljön ebből a körből és valamely rendszerbe legyen foglalva ez a problematika, muszáj tovább lépni. Tehát azért a kérdésem ezt jelentette, hogy mi a következő lépés? Tehát szükség van egy konszenzusra, vagy egy egyességre, vagy egy törvényjavaslatra, vagy?
Én úgy gondolom, hogy ilyen messzire én most nem tekintenék. Én nagyon boldog lennék akkor, hogyha az itt lévő 550 szakember, a magyar egészségügy vezetésének színe java, az úgy távozna innen, hogy ismeri a problémát, és megismerte az alapvető összefüggéseket. Tehát valójában egy kellő információkon alapuló döntést tudsz hozni a következő hetekben, hónapokban. És ez annál is inkább érdekes, és ezért hiszek a lepke kikelésében a bábból, mert hát az egészségügyben olyan átalakítások kezdődnek meg és zajlanak, amely egy 20 évvel ezelőtti nagy átalakításhoz fogható, hiszen centralizálódik az egészségügy, ami egy ilyen válságos helyzetben egyébként egy logikus döntéshozói lépés. És egy centralizált egészségellátó rendszer esetén sokkal könnyebben lehet ezeket a szükséges szakmai változásokat meglépni, mint egy teljesen decentralizált rendszer esetén. Tehát azt hiszem, hogy jó pillanatban vagyunk.